Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok, és rápillantunk a Vadi új 5000 forintos sorsjegyre, ami hamarosan fog megjelenni, ha minden igaz, augusztus 2. péntekén, és le fogok kaparni egy kaszinót, illetve egy ökokaland extrát, amik együtt nem kerülnek annyiba, mint majd az új sorsjegy, szóval brutál drága lesz, ellenben lehet rajta akár 250 milliót nyerni. Kémfotó az új sorsjegyről, 5000 forint sorsjegymánia, hát lesz benne 7 másik sorsjegy. Egyelőre ennyi képem és ennyi infom van róla, amennyit most megmutatok nektek. A borítója azt mutatja, hogy ebben a sorsjegyben lesz 7 másik. Vagyis sorsjegymánia néven kapunk egy olyan kihajtogatható sorsjegyet, amiben lesz egy pénzes bőrön, egy szókabalkád, egy kockapóker, egy széf, egy feketén-fehéren, egy szerencsenaptár is egy ilyen neon sorok sorsjegy. Valahol el lehet majd érni a 250 milliós főnyereményt, és 5000 forintba fog kerülni. Az nagyon-nagyon drága egy sorsjegyért, nagyon sok pénz, de ki tudja, remélem azért, hogy jó lesz. Nem tudom elképzelni, hogy van megoldva ez a dolog pontosan. Hogyha van még valakinek egyéb fényképe róla, nyugodtan küldje el nekem, és akkor berakom majd videóban, de legalább most már tudjuk, hogy mire lehet nagyjából számítani. Izgalmas lesz mindenképpen, mint ahogy a nyereménytáblája is. 2,5 millió darabot adnak ki, és ebből egy darab 250 milliós fődíj lesz, hát mostanában azért rosszabb esélyekkel mentünk fődíjakra. Viszont lesz 20 darab 10 millió forintos, és 330 darab 1 millió forintos nyeremény, tehát azért milliós nyereményt ezen már úgy egész nagy eséllyel lehet majd elérni. Hát jó, ezek az esélyek is nagyon picik, de legalább már valósnak tűnnek, és 1000 darab 100 000-es nyeremény, 5500 darab 50 000-es, 9000 darab 25 000-es, 36 000 darab 20 000-es, 50 000 15 000-es, 150 000 10 000-es, 150 000 8 000-es, 200 000 6 000-es és 400 000 5 000-es. Itt az eleje egy picit azért necces a nyereménytáblának, vagyis hogy az alsó része, mert hát visszanyeri az árát a legtöbb, azt gondoltuk, de hogy utána 6 000-esből lesz a második legtöbb, és nem úgy kezdődik, hogy 5 000, 10 000, 15 000, mint ahogy így 1 000-es, 2 000-es, 3 000-es nyeremények vannak mondjuk egy 1000 forintos sorsjegyen, szóval jaj, hát itt se lesz egyszerű dolgunk, az biztos. De reméljük, hogy szerencsénk lesz vele bőven, én nagyon várom már. Nagyon kíváncsi leszek rá. Nem tudom, hány darab van egy pakban. Hát remélem, hogy nem 50 darab, mert akkor nagyon drága lesz a pakkaparás belőle, mert azt is tervezünk. És van itt akkor egy kaszinó, meg egy ökokaland extra, amiket szeretnék lekaparni, szeretnék rajtuk nyerni. 009, illetve 032 sorszámokkal. Kezdjük az extrás ökokaland sorsjeggyel itt a kaparást. Első kanyarban itt a főjátékon. Próbáljuk idáig bevinni valamelyik sort, vagy akár több sort, mert lehet több nyeremény is, és egy töltővel kezdünk. Ha nyilat találunk, akkor tovább kaparunk. Itt a szélturbina, és az erdő, és hogyha idáig elértünk, ezt le kell kaparni automaticát, és ha itt kettős nyíl van, akkor kettőt kell ugrani. Még egy erdő. Napelem, nyíl. Na ilyen, amikor nyilat találunk, akkor kaparunk tovább, amíg meg nem lesz az adott szimbólum. Töltő, napelem, vezet a napelem. Majd jön egy töltő, azt mondja, hogy ő is ott akar az első helyen lenni holtversenyben legalább. Tüpi-tapi-tappancs, vagyis a lábnyomot is lekaparjuk, és föld, egy darab föld lekaparva. Erdő, feljött a holtverseny első helyre, szélturbina is támad, nyíl, nyíl, és most már a szélturbina vezet egyedül. Víz, nyíl, víz, majd egy lábnyom. Hoppá, 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 azt mondja a napelem, hogy utoléri a szélturbinát. És egy víz jön ismét, ami nyíla jön, és most már a víz vezet. Feltört a víz első helyig, lábnyom, és erdő.
Jön egy zöld áram is, hogy mindenből legyen legalább lekaparva. Majd egy víz, hát a víz eljutott a gyorsító sávhoz, akkor gyorsítsunk rajta egyet. Kettős nyílt, ott a kettős nyílt, torony magas első helyezett a víz, és már csak egy kell ahhoz, hogy nyerjünk. Szóval egy vizecske rendel, az meg egy töltikéző, és egy föld, nyíl, föld. Szél, turbina, na a turbina is megy előre. Meg a föld is támad, támad a föld. Zöld áram, hát az eléggé le van maradva, azt annyira nem is akarnám, hogy jöjjön, most már mindegy. Még egy zöld áram, és egy erdő. Föld. Napelem, a második helyért hatalmas küzdelem van, fejfej mellett négy szimbólum, ez pedig egy lábnyom. Erdő, na erdő is gyorsító sávhoz érkezik, de nem gyorsít. Viszont megy tovább, gyerünk, erdő, zöld áram, miért ezt adod? Még egy zöld áram, hát nem hiszem el. És ott se nyilván, adjam egy vizet, zöld áram, gyorsító sáv, nem gyorsít, hát akkor vizet kérünk, csak a víz a jó. A víz az úr, hát nem, az erdő, viszont azzal is nyerhetünk, ha itt nyíl van, gyere nyíl, nincs nyíl. Sajnos ez gyengén sikerült eddig, viszont van rajta még játék. Számkeresés, 6-os, illetve 16-os, na ezekkel kell egyformát találni, 6 vagy 16, ez egy 2-es. 4-e, összeadva jó lenne, és 13, nem jött se a 6, se. A 16, 10 000 ilyen recycling, gyere, recycling szimbólum, vízcsepp, autó és egy válfa vagy palántan, vagy mi az Isten. Hát ez nem jó, nem volt nyerő a sorség. Y, hát ez sajnos nem akarta a jót. Sőt, ez nem is U volt, ez W volt, ez volt az U, ez meg az Y. Kaszinó. 10 különböző játék. Az első játékon az a lényeg, hogy a mi kártyánk az nagyobb legyen, mint az osztói. 8 kontra 9. 3, gyere 2, nem jön a 2, dáma. 5, ász. Sajnos nem jött be. Két egyforma szimbólumot szeretnék látni, patkó és aranyrúd, ezek nem egyformák, 5000-et ért volna, ha egyformákat kapunk. Nézzük a rulettet. Megtesszük a 20-ast, a 10-est és a 26-ost, valamelyiket ki kell pörgetni. Hát ez már nem jó, 18, 32, 12, és egy 7-es. Esély nem volt arra, hogy valamelyik számunk kijöjjön. 3 egyforma figurás lapot szeretnék látni. Ász, 7, 4, ász. Ó, de kár, hogy ez a 4-es, ez csak kamu ász. Szóval még egy ász kell, de nem jön. 8-as. Nézzük az 5-ös játékot. Szeretnénk látni egyformákat az oszlopokban. Aranyoszlop. 6. 4. 2, 3, 1, ó, nem jó. Piros oszlop, 6, 1, 4, 5, és 2, itt sincs egyforma, jön a fehér oszlop, 3, 6, 5, 4, 2, ismét nem nyertünk az 5-ös játékon, még sose sikerült, ideje lenne már. Nézzük a következőt, 6. játék, a félkörű, rabló, 3 egyforma szimbólum kell kötésben, 7-es, cseresznye és citrom, bár és bár, harang és 7-es, patkó és szőlő, esély nem volt rá, hogy ez jó legyen, ismét, akkor dobálózzunk, reméljük a kockával dobás jobban fog sikerülni most, hogyha 2 kockából 7-et vagy 11-et dobunk, akkor nyerünk. 1, egy jó 6-ost, gyere 6.
Ez 4. Nem jó. 3 most a 4-est. Még egy 4-es csak van. Nincs. 5-öst ad. Semmilyen variációban nem megfelelő a dolog nekünk. Nézzük a nyert szó betűit. Nem szabad hibázni. Kína az a nyert. Ajajajajaj. Már C, R, N, Y. És ó, csak a C arra, hogy T lehetett volna helyette. Ász keresős játék. Gyere, ász, és akkor van nyeremény. Dáma, 9, király, 3, nincs ász. 2, 8, jumbo, és 6, itt sincs ász. Dáma, 10, 9, és 5, itt sincs ász. Egy játék maradt. Szeretnék 3 egyforma összeget látni. 10 millió, 6000 és 6000. 1 millió, 10 millió. Na 10 milliós kéne. Vagy 6000. Egyik se. 7000. Jaj, most kettőből egy se nyert. Reméljük majd az 5000 forintos sorsjegy fogja adni a tutit. Uhá, vagy hú. Nagyon magyaros lett ez a sorsjegy. Sokat nem ér, az biztos. Szóval, kaszinó és ökokaland extra. Jó beszivattak. Sajnos. De majd a sorsjegymánia. Hát alig várom már, hogy a kezembe kerülhessen, és lekaparhassam nektek az elsőt. Mint a sorsjegyet sajnos nem nagyon tudok már szerezni, de nagyon szépen köszönöm a kémfotókat, képeket és információkat mindig az új sorsjegyekről. Nagyok vagytok. És kívánom, hogy amikor játszatok, akkor szép nagyokat nyerjetek. Iratkozzatok fel, találkozzunk legközelebb is. Legyen szerencsénk. Sziasztok!